Ám nézzük. Hát szerintem most már nagyjából 100 év van vissza a játék végéig. Úgyhogy kicsit meg kell gyorsítani a tempót. Na, én azt terveztem konkrétan, hogy néhány lovast kiszedek mindkét seregbe. És ezekbe csinálok egy új hadsereget. Egy harmadikat. Mert most már minden tekintetben elbírjuk. Jó. Na mondjuk így. Jó lesz. Nagyjából egy ilyen 30-40 aranyjal számoltam, hogy ekkor többlet kiadást fog jelenteni, de még így is bőven 100 arany fölött lesz a bevétel. Ha jól számoltam. És remélem, hogy jól számoltam. Ja, számoltam nagyjából. Ez Mexikó független eredetű mi van? Nem. Nem, csak darabjaira hullott. Bizánc. Akkor... jöjjünk csak ide. Hát ezt a sereget is bővítem a kolóniáit, és megpróbálom felszámolni ezeket a mexikói államokat. Szépen lassan. Elbukott a javaslat. Hihetetlen. Mindegy. És akkor lassan fel is vonulok a francia határon. Készülünk háborúzni. Közben folytatjuk a state-ek kialakítását. Kell még egy parlamenti szék. Nagyon jó. Akkor kap egyet Toledo is. Harminchat-harminckilenc százalék. Ez nem jó. Már mint a supply limit. Hát mindegy. Na. Épp, hogy Franciaország alatt vagyok. De nekik nincs manpowerük, és a fél hadseregük így is szerint zsoldosból áll. Úgyhogy, úgy én gondolom. Itt az idő, hogy leszámoljunk ezekkel. Imperializmus. Öt perc se kellett, és már újra háborúban állunk. Egy országgal. Basszus. Hihetetlen. Mindegy. Nyomuljunk előre, emberek, az a lényeg. Csak nyomuljunk.
Nagyon remélem, ezek a retkes franciák nem maguknak foglalnak. Csak mondani nekik, hogy adjátok át az elfoglalt területet. Ezt Aquitán foglalta el, a könnyomorékok. Húzzanak a földemre. Az enyém. És közük nincs hozzá. És Párizs elfoglalta Aquitán, ezt nem hiszem el. Istenem. Ez visoki. Tök mindegy. Ezt nem hiszem el, basszus. Most üzenjek nekik megint halat, vagy mi van? Nem hiszem el, nem hiszem el. Ekkora nyomorékba. Jó, kivékéztek. Gyerünk Párizsba. Grahamsbe, sőt. Axeroába. Párizst elfoglaltuk, akkor most Reimsbe. Oda kéne adnom a franciáknak. Esélytelen srácok, bocsánat, de ez esélytelen. Hihetetlen, most kell előjönniük ezzel. Akkor éppen integrálni készülök őket. Ez évekre visszaveti ez a procedúrát. Jó. Foglalunk még valamit? Jó, igen, itt még van a... Pannoniai... régió... felvidéki, nem tudom. Bármilyen békét is akartak küldeni, biztos vagyok benne, hogy enyém sokkal jobb lesz. Így nem is foglalkozom ilyen kérésekkel. Foglaljuk el a pozsonyt. Szépen csiripelnek a madarak. Trencsén. Na basszus. Ja, jó. Kolóniai hadsereg intézi. Akkor nem törődünk vele. ...98% szerintem azért, mert ezeket itt ugye elfoglalták a ellenfél franciák. Na, milyen gyalogság legyen. Nagy frigyesi gyalogság, az ugye a legerősebb támadásban. Hát én berakok vörös kabátost lovasságnak meg. Karabinerseket. Isten. Rohadt hangos.
Mindegy, kössünk béket a franciákkal. Na akkor mi kell nekem? Nagyon egyszerű. Minden több minden. Anglia és Akvitánia koalíciódna. Ez mennyi terület, ugye? Mennyi kell nekem? 12, aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hát pedig egyet, kettőt még el kell vinnem mindenképpen. Ennyi szerintem már biztos elég lesz. Ennyit már nem akarnak fizetni. Jó van, elég lesz ennyi. Az ilyen érzésem egy kicsit túl nagy az overextension már megint. A három legdrágábbat beraktam. És a hadseregeimmel meg visszajövök ide. Lekapcsoljak minden felkelést, amit elkezdenének ezek a jó emberek. Basszus, stability-t nem tudok növelni. Na mindegy. Jézus, nulla a stability-m. Jó van, pár ami meghalhatnátok. Istenem. Akvitániai, akármik, modenai, akármik. Na legalább most már azt hiszem, nem elég nagy az ország, az hanem probléma. Az integráció útjában 2 év múlva kezdhetem, már csak a viszonyt kéne javítani valahogy. Nagyon sok felkelés készülődik. Az a baj. Jó. Milyen pápai szeparatisták? Hagyjuk már. Nincsenek. Pápai szeparatisták. Meg litvánok. A postomosságot. Aj, ennek sincs vezetője. Gyerünk, menj, 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 mert szeparatizmust fognak nyerni. Nem hiszem el. Rohadt anyátokat. Mordott felkelők. Álljunk már meg az idő! Na végre. Hol van a flottám amúgy? Jó lenne tudni. Nagyon jó. Még több stability-t várok, annyira nincs kedvem veszíteni. Hol van felkeres itt?
Fú. Rohadt nagy mázim volt, ez mindig a rohadt nagy mázinak tartom, hogy egy ekkora királyság, mint Franciaország ölembe hullott. Körülbelül. Dangerously high. Sajnálom, igyekszem kezelni a helyzetet. Kettő felkelésnek szinte biztosnak tartok. Zöld trutyi. Jó legyen, és akkor vazalus államot csinálok belőle. Miért ne? Október 1, jó, improve relation, oké. Arra területre már úgyis fájta fogom egy ideje. Csak mindig nem tartottam túl fontosnak. Jó. Folyamatosan csökkenteni kell a Liberty Desire-t. Két évre jobban leszek, évre. Egy kis késés szenved majd az integráció, de ennyi belefér. Elég sok felkelő megjelent hirtelen. Itt mindig van egy pár helyen Devastation. Még nem állt helyre az előző háborúban. Valamelyest segítünk. Ezek armorban akarnak lázadni. Ők meg Murciában és Gibraltáron próbálkozni lehet, srácok. Én mindig azt mondom. Prestízst kell kérni, már annyi pénzem van így is, már nem kell amiatt aggódni, hogy valaha is elfogy. Szerencsére.
Miért akarnak ennyien föllázadni? Miért jó ez nekik olyan? Franc, ez Revolutionary Aquitaine. Ez még létezik? Ez erre van. Ó! Oh! Hát... hajrá! Hiszek bennetek. Vitán kafé, annak már van, akkor mi kapjon széket a parlamentben. Melyiknek a legnagyobb a developmentje? René, akkor az kap parlamenti széket. Nagy a devastation a területeimben. Álljon meg a gyászmenet. Ezt nagyon remélem, hogy elintézik a kolóniai erők. Annyira nincs kedvem velük foglalkozni. Hát uraim, nem úgy tűnik, hogy elintézik. Szívesen nyomulnék tovább, de tudom, hogy felkelés veszély, úgyhogy még hanyagolom. Nem tudom, hogy mit kéne csinálnom. Remélem, hogy átmegy. Nem, jó. Egyet még be tudtam tolni. Jó. Mondjuk kb. Marhára nem kapok. Orleán kap egy széket, jó. Marhára nem kapok. Elég administratív powert. Mostantól akkor csak erre gyűjtünk. Nézzük, ezek még ilyen... ezek még ilyen reneszánsz fegyverekkel jöttek, szegények. Ostobák. Professionalizmus 65%. Hát ja, azt hiszem elég menő hadseregem van már. Száz arany alá csökkent a bevétel. Javasoltunk is szívességet. Jó, most már fölötte van. Még. Azon jár, azt hittem, hogy megúszom. Gyorsan verjük le őket. Aztán menjünk tovább. Mi sem történt volna, jó. Fú. Csökken a lázadási kedv. Akkor lassan megkezdhetnénk az integrációt. Franciaországét.
1813-ig tart, anyád. Mondjuk így nekem lenullázta a havi diplomatic power bevételemet. Ugye hatot elvisz. Hát... most már mindegy. Jó. Azt mondja, hogy... disziplína az egekben. Policy. Diplomatic reputation, akkor szerintem ezt fogom választani. Adminisztratívban meg, hát értem szerintem ezt. Túl sok választási lehetősége nincsen most. Sajnos. Hát havonta 0,1%-ot halad az integráció. Basszus, de hülye vagyok. Nem tudom remove-olni valahogy. Most nézem, hogy... akkor ezt kiszedjük, ez nem kell. Még most csökken a... hát akkor ezt is kiszedem. Csak nem tudom, ja? 10 évig nem tudom kiszedni. Mert most is stagnál a diplomatic power. Jézus Isten. Na mindegy. Nyerekben vagyunk, az a lényeg. Megy az integrálás. Nincsen semmi probléma. De 1,4%. Egység. Jó. Hát soha nem fog integrálódni. Tudos életben fog integrálódni, na mindegy. Igen. Veletek semmit nem tudok csinálni, nem? Betolunk némi trusztot, jó. Jeruzsálem. Hogy állunk? Második nagy hatalom vagyunk. Magasan mindenki fölött. Kivéve Palast. Palast nem tudjuk megelőzni. Sajnos. A játék végére meg lesz az integrálás. A legvégére. Tudnám még egyet promotolni, de ez már nem tudom mennyibe kerülne havonta. 30 zajóval. Az még belefér. Csak legalább egy pontokat kapjak havonta. És több mint a semmi. És akkor mostani uralkodom, sajnos nincs egy top pont diplomáciailag. Következő jobb lesz. Ingyen stabilitás. Ezt mindig szívesen látjuk. Most soha nem látod, béke és prosperity van az országban. Kivéve a lezúzott régióban. Hát annyira nem. De lassan helyreáll a béke. Minden visszatér a régi kerékvágásba. Na. Hát jó emberek. Ennyit terveztem erre a videóra. Hát, meglátjuk, hogy milyen a következőkben, ugye most már kevesebb, mint 100 év van vissza. Angliát még egyszer szeretném minimum
megregulázni, de hát az még bőven odébb van, szerintem. Na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, jól szórakoztatok rajta. Én érzem, hogy már jutunk valamerre. Ez a lényeg. Sziasztok!